A három részből álló dokumentumfilm sorozatot hat hónapig forgatták. Sok archívanyagot tanulmányoztak az alkotók, és beszélgetéseket készítettek azokkal, akik közvetlenül érintettek voltak a balti népek szabadságharcában. Találkoztunk azokkal az emberekkel, akik még fegyverrel a kézbe harcoltak a bolsevik hatalommal szemben. Ma már, amikor ez a film bemutatása kerül, ők közülük, szinte már senki nem él. A három filmet összekötötte egy legendás magyar Pongrácz Gergely, aki korvinkoz hőseként Budapesten harcolt a szovjet hatalommal szemben, és hát azért Szabadság zarándok útja a film címe, mert Gergely bácsi elzarándokolt a lett, a litván és az észt, Kozma Huba magyarországi történés szerint fontos megismernünk közép-kelet-európa történelmét. Hogy mennyire összefügg a mi történelmünk, akkor jöttek ki tömegesen az erdőből, adták fel a harcot, amikor hírül vették, hogy a nyugati hatalmak nem segítettek 56 forradalmán és hagyták, hogy leverjék ezt a forradalmat. A filmvetítés előtt egy alkalmi fotókiállítás nyílt meg a Livka Sándor árt mozi előcsarnokában. A képek többsége a film forgatása közben készült. A trilógiát egyébként hamarosan a Pannon TV műsorra tűzi.